Külföldről érkező vendégvadásznak sikerült terítékre hozni ezt a szép bikát. A dolog érdekessége volt, hogy egy kollégánk ment el érte a repülőtérre, és mikor a vadászházhoz érkeztek, én pont kim voltam a vadászház előtt az udvaron, meglátott és mondta, hogy őt ismerem a YouTube-ról. Meglepődtem, hogy ezen a dolgon. Mondja is a kolléga, hogy a vendégvadászunk, az összes filmet a cégről, ami készült, mindet látta már, mindegyiket ismeri, és nagyon-nagyon-nagyon várja már a vadászatot. Bemutatkoztam neki, mondtam, hogy élezek a kísérővadászra, és akkor délután ugye megyünk is ki vadászni. Elindultunk ki a vadászterületre, mondta, hogy mekkora bikát szeretne elejteni, de azt is mondta, hogy itt lesz 4 napig, és nem szeretne rögtön a vadászat elején lőni, hanem egy kicsit, ha lehetne, húzzuk az időt. Mondtam, persze, természetesen megyünk, nézzük a bikákat is. Mondta, hogy ő nagyon szeretné megtanulni a dán bikának a bírálatát, mégis mit kell rajta nézni, hogyan ismerik fel az idősebbet, a fiatalabbat. Mondtam, persze, természetesen. Mentünk, cserkeltünk, nézegettük a bikákat a barcogán, jó barcogás volt már. Megnéztünk egy-egy bikát, elmondtam a főbb jellemzőket, én mekkorának gondolom, milyen a bika korba, hogyan lehet mégis úgy nagyjából meghatározni. Meg volt az első cserkelés, mondta, nagyon szép volt, nagyon jó volt minden, nagyon tetszik neki, hát ha lehetne, holnap se lőjünk még. Mondtam, jó, persze, oké. Megint elmentünk egy másik barcogó helyre, megint megnéztünk jó pár bikát, megint beszélgettük, hogy na, ez most idősebb, ez most fiatalabb, ez mekkora lehet, az mekkora lehet, láttunk kicsi bikát, láttunk nagyon nagyot, mindenfélét. Na, meg volt az a cserkelés is, délután megint kimegyünk vadászni, megint mondja, hogy hát, ha lehet, még most se szeretne elejteni bikát. Mondtam, jó, hát ezt egy darabig ugye így el tudjuk húzni a lövést, de ne hagyjuk az utolsó pillanatban, mert bármi előfordulhat. Mégis azért, hogyha sikere szeretnénk járni, akkor azért hagyjunk kis időt, kis tartalékot benne. Oké, megjött a következő reggel, megyünk ki vadászni, mondtam neki, hogy hát én tudok egy olyan bikát, ami szerintem neki megfelelne, de azt még nem láttuk, azt nem is nézzük meg, csak azon a reggelen fogunk oda menni, amikor szeretném, hogy terítékre hozzuk. És azt a barcogó helyet azt nem is erőltettem addig, mindenfele jártam a vendégen, nagyon sok bikát megnéztünk, és akkor azon a bizonyos reggelen hát bementünk a barcogó helyre, és mutattam neki, hogy itt a barcogó hely közepén ott barcogott az a bika, amit én őneki szántam, megnéztük, mondta, hogy fú, hát tetszik neki, akkor hát mondtam, hogy ha úgy áll tisztán a bika, akkor meglőheti. Úgyhogy egy szép tiszta lövéssel mondjuk 65 méterről szépen terítékre is hoztuk a bikát, úgyhogy volt nagy öröm. Meg volt a teríték. Ugye töretátadás, beértünk a vadászházhoz, hát nagyon szép volt, nagyon jó volt, de még mindig van 2 napja, hát hogy mit csináljunk? Hát mondtam, hogy mit szeretne? Hát, hogy még lehetne, hogy menjünk ki, és még nézzük a békákat, mondtam természetesen. Úgyhogy utolsó reggel, még mikor mielőtt indult haza, még akkor is kimentünk, és még megnéztünk jó pár békát, és megállapított, hogy nagyon szép, nagyon gyönyörű itt minden, és hogy biztos, hogy vissza fog jönni. Sajnos egyedül jött. Így mondta, hogy ilyet többet nem csinál, mert nem volt igazából kivel megosztani az élményt. Annyira tetszett neki minden, és annyira azt mondta, hogy csodálatosan szép és jó az a hely, hogy legközelebb eljön a barátaival, és még biztos, hogy fognak bikát lőni, és nagyon-nagyon tetszett neki, és örömmel vissza fog térni. Azt gondolom, hogy Gyulaj mindig is ugye a elég komoly dámállománya miatt is, ugye, meg az elmúlt évtizedekben esett ugye több világrekord trófea miatt is egy nagyon nevezetes hely. Azt gondolom, hogy nagyon sok munkánk van benne, hogy megőrizzük ezt a minőséget, illetve még igyekezzünk még jobbá tenni. Nagyon sok olyan bikát kell elengednünk, illetve vigyáznunk rá, amit lehet, hogy már terítékre hoznánk, de várni kell vele, hogy még nagyobb legyen, még jobb legyen. És az önmegtartatás abban is megnyilvánul, hogy ezeket a bikákat ugye ne lövessük meg, illetve hogy vigyázzunk rá, és amit csak lehet, elkövessünk az etetésbe, és folyamatosan mindig azon gondolkodjunk, hogyan tudjuk jobbá tenni az állományt, és hogyan tudunk minél jobbat tenni az állományért. Mondhatom a kollégáim nevében is, hogy nagyon vigyázzunk az állományra, és nagyon nagy szakmai odafigyeléssel igyekszünk vadásztatni. Ugye ezeket a bikákat általában ismerjük. És mikor eljön az idő, hogy na azt mondjuk, hogy oké, most szerintünk már a csúcson van, most behozzuk. Jó leső érzéssel megyünk ki arra bikára a vendéggel, hogy na, ma terítékre hozzuk és elejtjük azt a bikát.
valahol ez jó dolog is, ugye egyik szemünk sír a másik nevet. Sír a szemünk azért, mert behozzuk azt a bikát, amit régóta ismertünk, és óvtuk, és vigyáztuk, és izgultunk, hogy évre évre minél nagyobb trófeát rakjon fel. De valahol ez a munkánk, ezért csináljuk. És majd lesz egy következő, és van már a sorba a következő, ami szintén majd pár év múlva el fog jutni sajnos arra, el fog jönni az ő ideje is. Visszatérve még arra a kérdés, hogy miért jó Gyulajba. Egy nagyon sajátos tulajdonságokkal rendelkező terület, van egy varázsa, az biztos. Ez a dimbes, dombos völgyekkel szabdalt kis terület, hangulatos kis erdőkkel, nagyon minimális alnövényzetünk van, viszonylag azt lehet mondani, hogy könnyű a vadásztatás, mert nagyon jól látjuk a vadat, viszont pont mert nincsen takarás, nehéz is a vad közelébe jutni, és nagyon-nagyon hangulatos a vadászat, nagyon sok esetben vadásztatunk cserkelve, lőbotról kell lőni, ez elég sok vendégnek jelent újdonságot, de mindig azon vagyunk, hogy nagyon-nagyon nagy élményekkel gazdagodjon a vendég, és egy jó trófeával.